A magyar bogonya természetesen látott szebb napokat. Látjuk, hogy ezen a vidéken azért volt múltja a bogonyának. Lesz-e jelene és jövője? Hát valóban valamikor azért lényegesen nagyobb vetésterleten termesztették a burgonyát Magyarországon, illetve itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is. Ennek sok oka van, hogy ez a dolog ez egy negatív irányba alakult. Elég szélsőséges piaci viszonyok vannak az ágazatban, illetve a régi nagy burgonya feldolgozó üzemek, vállalkozások gyakorlatilag bezárásra kerültek, vagy ami még megvan, ott leamortizálódtak a gépek. Úgyhogy ennek tudható be, hogy jelenleg mintegy 18-20 ezer hektáron termesztenek burgonyát Magyarországon, és nettó importőrök vagyunk, tehát mind mennyiségben, mind értékben importálunk külföldről, és főleg étkezési burgonyát, de vetőmag burgonyát is, tehát a vetőmag előállítás is nagyon-nagyon visszaszorult, úgyhogy mindenféleképpen nagyon sokat ennivaló ezen a területen, hogyha úgymond régi fényében szeretnénk látni ezt az egyébként fontos ágazatot. Ehhez több dolog kell. Elsősorban az, hogy piacorientált termékeket kell előállítani, tehát a piaci igényeknek megfelelő és jól értelmezhető címkéken keresztül jól értelmezhető terméket kell előállítani. Ehhez az adottság megvan. Ezt az adottságot Magyarországon mindenféleképpen öntözéssel, az öntözési lehetőségek kiterjesztésével lehet növelni, hiszen a magyarországi átlagtermések azok fele akkora körülbelül, mint az Európai Unió országainak, burgonyatermesztőjének az átlagtermése. Tehát itt a nagy burgonyatermelő országokban Hollandia, Egyesült Királyság, Németország, Belgium gyakorlatilag a dupláját állítják elő egy hektáron, mint amit Magyarországon. Nyilván a klimatikus adottságok erre kedvezőek, de amit mi tudunk tenni, az az, hogy az öntözésfejlesztést előtérbe helyezzük, ami a jó hír, hogy a vidékfejlesztési programban mintegy 50 milliárd forint áll rendelkezésre az öntözésfejlesztésre, és én nagyon bízom benne, hogy ezekkel a lehetőségekkel élnek az érintettek, a gazdálkodók. Ez még csak az egyik része a dolognak, tehát piacra kell termelni, az öntözéssel a termésbiztonságot, meg a jó vetőmaggal lehet növelni, lehet fokozni, de az lenne a cél, hogy feldolgozni a burgonyát, tehát minél magasabb hozzáadott értéken előállítani, ehhez viszont a feldolgozóipar fejlesztése kell, illetve a leamortizálódott gépeknek a cseréje. Itt is van azért jó hír, hogy szintén a vidékfejlesztési programban élelmiszeripari fejlesztésre jelenleg is nyitott egy 151 milliárdos keret. Ez összesen egyébként a vidékfejlesztési alapból 200 milliárd forint lesz majd, és még további 100 milliárd forint a gazdasági innovációs operatív program keretében élelmiszeripari fejlesztésekre, feldolgozóipari kapacitások növelésére, a burgonyatermelők, feldolgozók részére is nyitva áll. És ami még talán szintén fontos az előbb felsoroltokon túl, hogy a termelés az nem csak a burgonya ágazatra igaz, hanem minden mezőgazdasági ágazatra, hogy a termelői szervezettséget erősíteni kell. Tehát anélkül nem fog menni a dolog, hogyha valaki egyenként kisebb tételekkel próbálkozik, az mindig ki lesz szolgáltatva a feldolgozóiparnak is, illetve a kereskedelemnek is. Tehát a burgonya terméktanács keretében, agrárkamara keretében, érdekképviseletek keretében, meg jól felfogott egyéni érdekeik alapján én azt tudom javasolni, hogy önszerveződjönek a burgonya termelők is horizontálisan is, tehát termelő a termelővel, és vertikálisan is, tehát termelő a feldolgozóval, kereskedővel, akkor így mindezeket figyelembe véve ezen szempontokat lehet újra eredményes Magyarországon a burgonya ágazat.